Szekszárdon a Tolna megyei kormányhivatal előtt tartott sajtótájékoztató Szabó Loránda napokban, ahol a fideszes többségű Tolna megyei közgyűlés április 21-i szavazásáról számolt be. A rendkívüli ülésen több olyan szabálytalanság is történt Szabó Loránd szerint, amely a jogsértés lehetőségét veti fel. Két napirendi pontra hívtak bennünket össze, ezek közül az egyik a top pályázatokkal, a területi operatív programokkal kapcsolatos pályázatokkal, annak döntéshozatalával volt összefüggésben. Előterjesztést igaz, hogy előre nem kaptunk, tehát készülni nem lehetett. Ugyanakkor az ülés az zárt ülés formájában lett meghirdetve, úgyhogy előre egy titoktartási nyilatkozatot, valamint egy úgynevezett összeférhetetlenségi nyilatkozatot is ki kellett tölteni. A sajtótájékoztatón megtudhattuk, hogy az ülésteremben egy nagy táblázat várta a képviselőket, melyen már előre be voltak jelölve azok a pályázatok, amelyeknél az adott képviselő érintett volt. A többségében fideszes képviselők, akik egyébként polgármesterek, alpolgármesterek, települési képviselők saját összeférhetetlenségüket jelezték is. Ám amikor Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke szavazásra bocsátotta a kérdést, a nyilatkozatok ellenére a képviselők kormányoldali többsége úgy döntött, mégsem összeférhetetlenek, tehát nyugodtan szavazhatnak bármelyik pályázatról, emlékezett vissza Szabó Loránd a sajtótájékoztatón. Ez mély megdöbbenést okozott azért bennünk. Az ellenzéki képviselők, a három jobbikos, a két MSZP-s és jó maga, mint a DK képviselője, szóvá is tettük, hogy ez valahol nem stimmel, ez biztos, hogy szabálytalan lesz így. Tulajdonképpen a szavazás folyamatában azzal fejeztük ki egyetemértésünket, hogy volt, aki az előterjesztésekre nemmel szavazott az ellenzéki képviselők közül, volt, aki tartózkodott, és volt olyan, mint jó magam, aki egyáltalán nem szavaztunk. Szabó Loránd beszámolója alapján a furcsaságok itt még nem értek véget, hiszen előterjesztést nem kaptak. A falra vetítették azt a táblázatot, ami alapján dönteni kellett volna. Ám a táblázat semmi más nem tartalmazott, csak a pályázati kódokat. Szabó Loránd és egy ellenzéki képviselőtársa hiába kért segítséget a kódok megfejtéséhez, nem kaptak. Így az ellenzéki képviselők Szabó Loránd szerint hátrányban voltak, hiszen úgy kellett volna szavazniuk, hogy azt sem tudták, melyik kód melyik pályázatot akarja. A jogszabály pontosan hozza, ez a 44/2-es, hogy ennek az előkészítő javaslatnak tartalmazni kell a legfontosabb adatokat, így a támogatás esetén a támogatás összegét és arányát, valamint a feltételekkel történő támogatás esetén a feltételeket. Szabó Loránd a sajtótájékoztatón elmondta, hogy szerinte az egész eljárás több sebből vérzik. Nincs más lehetősége, mint hogy jogorvoslatot kérjem. Úgy döntött, hogy ezügyben a kormányhivatalhoz és a megfelelő Európai Unió szervekhez fog fordulni, hogy vizsgálják ki az ügyet. Hiszen ezzel a döntéshozatallal a területfejlesztési uniós pályázatokat lehetetleníti el a megyei önkormányzat.